Minden heg mögött egy édesanyja áll, egy nő áll, egy család, egy gyermek, egy családnak a születése. A nők megoszthatják örömüket, bánatukat, könnyeiket, sikereiket egymással. A Richter Anna díj olyan innovatív ötletek megvalósításával kíván hozzájárulni a hazai egészségügy és oktatás fejlesztéséhez, melyek az ott dolgozók munkakörülményeinek jobbátételén túl mindannyiunk életminőségének javítását is szolgálják. Jövőnk formálása a közös ügyünk, ezért a nagy közönség is szavazhatott a számára a legfontosabbnak tartott innovatív kezdeményezésről. A pályázat közönségdíját 2020-ban a Hegmesék projekt csapata vehette át. A császármetszéssel kapcsolatos hiteles információk átadása iránt elkötelezett szakemberek virtuális fotótárlatot készítettek, ahol a kiállítás képeit szüléstörténetek kísérik, a látogatók előadásokat hallgathatnak az online felületen. A bemutatott fotók, írások és előadások anyagából könyv is készült, mely a későbbiekben is rendkívüli betekintést nyújthat a témakör tabukkal övezett területeire laikusok és szakemberek számára egyaránt. Nagyon örülünk, hogy megnyertük a Richter Anna díjat, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy megvalósulhatott a Hegmesék projekt. Azért tartjuk fontosnak, hogy beszéljünk a császármetszésről, mert az anyák nagyon kevés információhoz jutnak. Műtét után varrat szedéssel körülbelül, vagy a 6-7-es kontrolla vége van a történetnek, és nagyon-nagyon sok olyan információ nem hangzik el, illetve a műtétnek a következményeiről kevés szó esik, amik a nők további életére kihatással vannak. Könyvet jelentettünk meg, előadásokat tartottunk, és online fotókiállításban valósítottuk meg a képi megjelenítést. Mert nagyon sok szakmai anyag, cikk elérhető a világhálón azzal kapcsolatban, hogy a császármetszés milyen szövődményekkel jár, milyen következményei vannak, ki hogy élte meg, de valahogy az érzelmek ezekben nem mindig úgy jönnek át a maguk valójában, ahogy ezeket az édesanyák megélik. És a császármetszés valódi arca, ami éveken át dolgozhat mondjuk egy anya lelkében vagy egy család életében, az nem derül ki, és ezért gondoltuk azt, hogy a képeken keresztül és a képek mellé érzelmes történeteken keresztül fogunk bemutatni egy érzékeny témát, és ha képek, akkor pedig a hegek azok, amik a császármetszést mondjuk jelenthetik, vagy jelképezhetik, és a hegek mögött meg rengetegféle történet lehet, mert hogy nagyon-nagyon sokféle úton lehet egy műtőbe kerülni a várandóságunk után. Nekem a császármetszéses szülésélményem nagyon traumatikus volt. Nagyon nehezen tértünk ebből észhez, és a feldolgozásban, a lelki terhek megosztásában, a fizikai felépülésben, akár csak egy jó mondattal, egy szóval, egy öleléssel, mindennel rendelkezésre álltak. De nem csak nekem, hanem szerintem rajtam kívül még nagyon-nagyon-nagyon sok nőnek. Nagyon fontosnak tartjuk a támogató közösséget a császárvonal, illetve a Hegmesék projekten belül, hogy a nők érezzék, hogy a műtét után nincsenek egyedül sem a problémáikkal, sem az örömükkel, hogy meg tudják osztani a többi nővel a történetüket, és ezzel megnyugvást találjanak, vagy társakra találjanak az életükben. Idén is várjuk a maximum 5 fős csapatok innovatív ötleteit egészségügyi szakdolgozó, orvos, gyógyszerész, valamint pedagógus kategóriában. A pályázatokat 2020. december 1-jéig a www.richteranna-díj.hu oldalon lehet feltölteni. Ha a zsűri vagy a közönség titeket választ, tiétek lehet a projekt megvalósítására fordítható 4 millió forint. Tegyünk együtt a közös célért. Richter Anna Díj, szívügyünk a fejlődés. Audio Jungle.